Tisztelt vendégeink, kedves szülők, kollégák, diákok! Szeretettel köszöntöm Önöket hagyományos berzsenyi estünkön. Külön tisztelettel üdvözlöm kedves meghívott vendégeinket. Berec Balást, Marcali város alpolgármesterét, Puszti Gábort, a Somogy vármegyei közgyűlés alelnökét, a Marcali Noszlopi Gáspár általános és alapfokú művészeti iskola igazgatóját, Patkó Imrét, igazgatóhelyettesét, Horváth Gabriellát és a pedagógus kollégákat, a Marcali Mikszáth Kálmán általános iskola felsős igazgatóhelyettesét, Horváth Tamásnét és a pedagógus kollégákat, a Meszternyői Ladi János általános iskola igazgatóját, Talián Gyöngyit és igazgatóhelyettesét, Sinkán Élőrik Nikolettát, Kerner Krisztinát, a Siófoki Szakképzési Centrum Hikman Béla Szakképző Iskola igazgatóját, Puska Anitát, a Déli ASC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum Szakképző Iskola és Kollégium igazgatóhelyettesét, Bertokné Vadál Erzsébetet, a Marcali Hétszínvirág általános iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatóját, Göntérné dr. Dirán Szilviát, a Marcali Járási Hivatal vezetőjét, dr. Pozsonyi Márkot, dr. Gergőné Babina Justina igazgatót és Szabóné Panyi Éva igazgatóhelyettest a Somogy vármegyei pedagógiai szakszolgálat Marcali tagintézményétől, Tamásné Turvéki Angélát, a Marcali óvodai központ vezetőjét, Pápai Évát, a Marcali Szeszk bölcsőde vezetőjét, Kutor Veronikát, a Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Non-Profit Kft. Ügyvezetőjét, Dombovári Kingát, a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár megbízott igazgatóját, valamint a Maros-Hévízi Testvérváros fellépőit és a felkészítő pedagógusokat. Mai este olyan műsorszámokat fognak látni, melyeket tanulóink a tanév során különböző rendezvényeinken bemutattak, illetve lesznek olyan produkciók is, melyek a mai estére készültek. Első műsorszámunk bizonyára többüknek ismerős lehetett, hiszen iskolánk szalagavató ünnepségének egyik fénypontja a palotás, amit minden évben az alsóbb évfolyamosok adnak elő végzős tanulóinknak és a velük ünneplőknek. Takács Gergő Boldizsár, Tóth Csanád Őrs 9. B, Elek Bálint, Horváth Erna, Lángi Nóra, Farkas Boglárka Sára, Német Emese, Tóth Fedóra, 11. A, Lángi Csaba, 11. B osztályos tanulók produkcióját Halmosi Róbert tanította be. Most megkérem Körösi András igazgató urat, hogy köszöntőjével nyissa meg a mai estet. Kedves vendégeink, nagy öröm számomra, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat, és a 2024-es évben is megtöltötték a Marcali Művelődési Központ nagy termét. A hagyományosan minden tanévben megrendezett berzsenyes célja, hogy ízelítőt adjon az iskolában folyó kulturális és művészeti munkáról, hiszen a szülők, kedves vendégeink és tanártársaim sem lehetnek ott személyesen minden szavalóversenyen, iskolai rendezvényen. Másrészt ezen az estén tanulóinknak lehetőségük van arra is, hogy tehetségüket, melyet a tanórán vagy azon kívül, például zeneiskolában, tánccsoportokban ápolnak, fejlesztenek, megcsillanthassák Önöknek. Engedjék meg, hogy egy esemény erejéig a tavalyi évre visszatekintsek. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy az előző évben eljutottam Maros-Hévízre, Marcali testvérvárosába, és részt vehettem a Kemény János elméleti líceum jubileumi ünnepségsorozatán. Az idei tanévben az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy tőlük is érkeztek hozzánk diákok és felkészítő pedagógusok, őket külön szeretném én is köszönteni. Maros-Hévízen színvonalas és megható műsor keretében emlékeztek meg a több mint 150 éves helyi magyar nyelvű oktatásról és a 30 éve újjáalakult önálló magyar oktatásról. 2003. márciusában vették birtokba az új oktatási épületüket, mely 2003. szeptemberétől méltóképpen viseli a Kemény János elméleti líceum nevet. Ezen ünnepségen fogalmazódott meg a gondolat bennem, hogy az általuk közvetített értékeket, a tehetséges diákok szívében rejlő magyarságtudatot, az anyanyelvű oktatásért folytatott mindennapi küzdelmüket, a szorványtelepülésük egyre erősebb közösségét Önöknek is látniuk kell. Az iskola igazgatónője is támogatta az elgondolást, így az ötletből valóság lett,
melyhez Marcali város önkormányzata nyújtott segítséget, hiszen vendégeinkről itt tartózkodásuk alatt ők gondoskodnak, melyet ezúton is köszönök. A testvérvárosi fellépők mellett a fináléban lesznek más vendégelőadók is, de ne haladjunk ennyire előre, nem szeretném lelőni a poént. Annyit viszont elárulhatok önöknek, hogy idén is sokféle és színvonalas produkciókat láthatnak, benne táncokkal, zongorajátékokkal, verssel és prózával, valamint egy csepp kultúrával, vagy kultúrcseppel is találkozhatnak. Az idei tanév ugyan a végéhez közeledik, de a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnáziumban az elkövetkezendő pár hétben sem leszünk hiány a jobbnál jobb tanórán kívüli eseményeknek. Remélem nem árulok el nagy titkot azzal, hogy a Puskás Akadémia által gondozott Bene Ferenc relikviáit, örökségét bemutató kiállítás is a nagyon közeli jövőben látogatható lesz iskolánkban, amit Bene tanár úr által hozott személyes tárgyak fognak még exkluzívabbá tenni, valamint a helyi sportolói kerekasztal következő állomásának is iskolánk fog otthont adni. A végzősök ballagását és közelgő érettségi vizsgáit is alig várjuk, gondolom az érintettek is, így vannak ezzel, majd a Balaton körüli kerékpártúra és az osztálykirándulások napja után a sportnappal fogjuk zárni a tanévet. Visszatérve a versenyestre, szeretném megköszönni minden kollégámnak munkáját, akik a mai produkciókhoz felkészítették a diákjainkat, illetve a szervezésben és a lebonyolításban részt vettek. Önöknek az est további részében nagyon jó szórakozást kívánok. Köszönöm. Szeptemberben gimnáziumunk 35 kis gólyával gyarapodott, mára pedig 37 főre nőtt a 9. B osztály létszáma. A tanulók az októberi diáknapon álltak először az iskola közössége elé, és bizonyították, hogy méltó tagjai a berzsenyisek közösségének. Most a bemutatkozó műsoruk egy részletét láthatják. Vagyunk a 9. B-set. Hajrá 9. B! 6 hónapot, 3 hetet és 3 napot töltöttünk eddig a Berzsenyi gimiben, és elmondhatjuk, hogy ilyen közel még nem voltunk az érettségihez. Most a bemutatkozó műsorunkban dalban mondjuk el, hogy érezzük magunkat a gimiben. Mire gondolunk, amikor meglátjuk a végzős lányokat? Egyik
központja a büfé, amit mi is szorgalmasan látogatunk. Hogyan gondolunk a büfés Csilla nénire? Akkor gőzünk sincs föcin az anyagról, de Veronin felszólít. Biológia 14 óra 42 perc. Kirándulás előtt. A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe, mert érzem mindenféle gondra most a fejembe. Akkor egyőzünk a kedve minden délelőtt, az a jó, ami jó, nem is kell már ennél több. Amikor másnap három dolgozat és két tárgyból felelés vár rány. Mikor évvégén megkérdezi Andrea néni, hogy jó a kettes kémiából. Akkor
miben reménykedünk, amikor anya hazajön a szülői értekezletből. Mire gondolunk június 21-én, amikor kicsöngetnek az utolsó óráról? Ma este kétszer egy óval megyünk haza. Gondoljunk vissza a karácsonyi ünnepek meghittségére, és hagyjuk magunkat visszarepíteni az adventi időszak lázas készülődéssel teli napjaiban. Ebben segítségünkre lesz Csordás Júlia, Horváth Hanna, Takács Gergő Boldizsár, Weiss Noel 9. B., Boda Mirtél, Juhász Helka, Király Júlia, Kiskincső Vivien, Kletner Hanna, Nemes Tünde, Szabó Diana, Térdig Júlia 10. B., Farkas Boglárka Sára, Gerencsér Laura, Hajdu Gabriella, Lángi Nóra, Molnárban Tamás, Zsiborás Alexandra 11. A, Komlódi Hanna, Szarka Liliana 11. B és Nikula András Bence 12. B osztályos tanuló. Oh,
mivel is lehetne szebben kifejezni nyelvünk sokszínűségét, mint Bence Imre Édes Ékes apanyelvünk című versével, Kovács Dániel 10. B, Elek Bálint 11. A, Balázs Kamilla 11. B osztályos tanulók tolmácsolásában. Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkodom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Vallja Kosztolányi Dezső a magyar nyelv virtuóz mestere. Az, hogy a magyar nyelv különleges és gyönyörű, kétségtelen tény. Íróink, költőink aggódtak érte történelmi zivataros évszázadaiban, ahogy Kölcsey írta a himnuszban. Aggódtak, hogy vajon meddig engedik, hogy a miénk legyen, és meddig létezhetnék. A magyar nyelv azonban mindent kibírt, mindent túlélt. Egy csoda. Követi a világ változásait, reagál annak minden rezdülésére. A magyarok szinte sportot üznek abból, hogy hogyan lehet játszani a nyelvünkkel, hogyan lehet kimozdítani a komfortzónájából. A humor kézenfekvő eszköz ehhez. Ennek egyik fantasztikusan sikerült példája Bence Imre Édes Ékes apanyelvünk című verse, amit a költő két zseniális nyelvészünknek, Lőrince Lajosnak és Grécsi Lászlónak ajánlott. Kezdjük tán a jó szóval. Tárgy esetben jó. Ám de tóból tavat lesz. Rigván tót. Egyes számban kő a kő, többes számban kövek. Nőnek nők a többese, helytelen a növek. Többesben a tő nem tők, szabatosan tövek, amint hogy a cső nem csők, magyar földön csövek. Anyós kérdé van két vőm, ezek talán bövek? Azt se tudom mi a cső, egyes számú szövek. Csók hagyják százával jő, ez benne a jó. Hogyha netán egy puszit kapsz, annak neve csó. Bablevesed lehet sós, némely vinkó savas, nem lehet az utca hós, magyarul csak havas. Miskolcon, ám Debrecenben, Győröt, Pécset, Szegeden, mire mindezt megtanulod, beleőszülsz idegen. Agy se vész ki agyat műt, otthon ír egy művet, tűt használ a műtéthez, nem pedig lent üvet. Munka után füvet nyír, véletlen sem fűvet. Vágy fűti a műtősnőt, a műtőt a fűtő. Nyáron nyír a tüzelő, télen nyárra a fűtő. Több szélhámos lefüleltek, erre sokan felfüleltek, kik a népet felültették, minnyájukat leültették. Foglár fogám fogjuk van, nosza tömni fogjuk, eközben a fogházból megszökhet a fogjuk. Elröpened fogjuk is, ha csak meg nem fogjuk. Főmérnöknek fáj a feje, vagy talán a fője, 5 perc múlva jő a neje, s elájul a nője. Százados a bakák iránt szeretetet tettetett, reggelenként kávéjukba rút szereket tetetett. Helyes, kedves helység bonyhát, hol a konyhát helyiség, nemekből vagy igenekből született a nemiség. Mekkában egy kába űrge kába kőbe lövet, országának nevében a követ, követ, követ. Morcos úra hivatalnok, beszél hideg, sridegen, néha játszik nem sajátján, csak idegen, idegen. Szeginé a térítőjét, szavát részek szegi, szegi, asszonyának előbb kedvét, majd pedig a nyakát szegi. Elvált asszony nyögve nyeli a keserű pirulát, mit válasszon, a fiátot, fiát vagy a fiúját? Ingyen strandra lányok mentek, minden előítélettől mentek. Este felé arra mentek, én már fuldoklókat mentek. Eldöntöttem, megnősülök, fogadok két feleséget, megtanultam, hogy kétféle alkot és garantál egészséget. Harminc nyarat megértem, mint a dinnye megértem, anyósomat megértem, én a pénzem megértem. Hibamentes mentő vagyok, szőke Tisza partján mentem, díszmagyarom vízbe esett, díszes mentém, menten mentem. Szövőgyárban kelmét szőnek, fent is lent,
meg lent is lent. Kikent, kifent késköszörűs, lent is fent, meg fent is fent. Ha a kocka újfent fordul, fent a lent, és lent is fent. Hajmás kérem pultok körül, körözött egy körözött, hajmalapult kosarában, meg egy tasak körözött. Fölvágós a közép hátvéd, három csatárt fölvágott. Hát belőle vajon mi lesz? Fasírté, vagy fölvágott? Díjbirkózó győzött tussal, nevét írják vörös tussal, lezuhanyzott meleg tussal, prímás várja forró tussal. Határidőt szabott áron, árat venne szabott áron. Átvág áron, hat határon, kitartásod meghat áron. Felment, fölment, tej fel, tej föl, ne is folytasd barátom, első lett az ángyom lánya a fölemás korláton. Földmérő küzd öllel, árral, árhivatal szökő árral, ármentő a szökő árral, suszterinas bökő árral. Magyarország olyan ország, hol a nemes nemtelen, lábasodnak nincsen lába, aki szemes szemtelen, a csinos néha csintalan, szarvatlan a szarvas, magos lehet magtalan, s farkatlan a farkas. Daru száll a darujára, s lesz a daru darvas. Rákcsáló a mérget eszi, engem esz a méreg. Gerinces vagy rovarnetán a toportján féreg. Egyesben a vakondokok, vakond, avagy vakondok. Hasonlóképp helyes lesz a kanon meg a kanonok. Nemileg vagy némileg, gyakori a gixer. Kedves eger segedre, köszönt a svéd mixer. Arab diák magolja, te véd, tévéd, téved. Merjél mérni mértékkel. Mertek, merték, mértek. Pisti így szól. Kimosta anyukám a kádat? Viszonzásul kimossa anyukád a kámat? Óvodások ragoznak. Enyém, enyéd, enyé. Nem tudják, hogy helyesen tiém, tiéd, tié. A magyar nyelv azt hiszem meggyőztelek, barátom. Különleges, legszebb nyelv. Kerek e nagyvilágom. A testnevelés órákon a diákok kipróbálhatnak különböző labdajátékokat, teniszezhetnek, aerobikozhatnak, játékos formában erősíthetik izmaikat. De milyen lehetett néhány évtizeddel ezelőtt egy tornaóra? Ezt próbálják megmutatni a 9. B-osztályos fiúk, akikkel most a múlt századba, sőt a múlt évezredbe repülünk. Az időutazás előadói Ángyán Marcell, Bácsai Bence, Bacskai Bálint, Gáspár Roland, Kálmán Zsolt, Niklai Brandon, Nyerges Roland, Rozner Ádám, Rózsa Bence, Sámóci Bálint, Schmid Attila, Takács Gergő Boldizsár, Tamasián Gergő, Tordai Attila, Tóth Bálint, Tóth Család Őrs és Reisz Noel. Bevonulás, lépés, indul! Bal, 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 jobb, bal, 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 jobb, bal, 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 jobb, bal, párokba fejlődj! Bal, 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 jobb, bal, futólépés, indul! Egy, két, 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 ellenvonulás! Keresztező ellenvonulás!
lépés, bal, 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 jobb, él, állj, bal, 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 jobb, bal, lépés, vagy lépés, áll, egy, kettő. Tornárok felsorakozás, egy, két, egy, két, egy, két, egy, két, egy, két, egy, két, lépés, áll, egy, kettő. Igazodj! Tornárok lazulj! Feszeg! Karemegtetés! Tornárok felszeg! Bemelegítés! Karúzás! Egy, kettő, három, négy! Egy, kettő, három, négy! Egy, kettő, három és elég! Erőltetett guggolás! Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét és elég. Törzshajlítás. Egy, kettő, három, négy. Egy, kettő, három, négy. Egy, kettő, három és elég. Szőnyeget igazíts. Egy, két, 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 egy, keret, kereszt. Tornárok felsorakozás. Egy-két, 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 lépés át, egy-kettő. Első kunszt, hasraesés. Egy, kettő, három, négy. Második sor. Egy, kettő, három, négy. Farönkcsúsztatáshoz felsorakozás. Egy-két, 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 lépés áll, egy-kettő. Farönkcsúsztatáshoz hasra. Beszorulás. Farönk fel. És farönkön csúsztas. Egy-két, egy-két, lépés áll, egy-kettő. Kerge ugratás! Háromszintes térdelő gulához felsorakozás. Egy-két, 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 lépés áll, egy-kettő. Gulához rógyasz. Második sor. Harmadik sor. Humori. Lépés áll, egy, kettő. Száz lábúhoz rógyasz. Lépés indul. Állásba fel. Ördög szekérhez felsorakozás. Egy, két, 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 lépés áll, egy, kettő. Igazodj! Ördög szekér indul!
Ördögszekér indul! Kártyavány Gyulához felsorakozás! 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2 lépés át, 1-2. Helyezkedj! Gulát építs! Gulát bocs! Tornáló felsorakozás! 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2 lépés át, 1-2. Szőnyeget vissza! Tornárok felsorakozás, 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2 lépés át, 1-2. Meg kéne mind a kettő sort, hogy egy lépés menjen hátrébb. Igazodj! Lazulj! Felszeg! Egészségetekre! Köszönjük! Az időutazás után visszatérünk a jelenlegi tornaórákhoz, és most a 11-es lányok nagy sikerű akrobatikus rock'n'roll produkciójukkal varázsolják el önöket. Előadják Bedő Korina Zoli, Gerencsér Laura, Horváth Erna, Kottán Barbara, Németh Emese, Tóth Fedora 11-a, Balázs Kamilla, Szarka Liliana 11. B-osztályos tanulók. A produkció után egy rövid szünet következik, ez alatt lehetőségük lesz megtekinteni a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ által biztosított képkiállítást. Az intézmény képzőművészeti programok szervezése mellett fontos célkitűzésének tartja a Gyergyói Medence kulturális értékeinek ápolását és továbbadását. Strong enough to
spent all so many nights thinking how you did me wrong, but I grew strong. I don't hurt her, éltetésével együtt jár a lábunk, együtt énekel a szánk, együtt dobban a szívünk, így tudunk megmaradni karöltve közösségben. Eként vallanak magukról a Maros Lévízi Kemény János Elméleti Líceum néptáncos diákjai. Az iskola egyik fontos célkitűzésének tartja a néphagyományok ápolását, ezért már 2010 óta heti rendszerességgel néptáncoktatás zajlik. Ezeken az alkalmakon született koreográfiát és lelkületet fogja bemutatni a Csillagszem néptánc csoport legnagyobb korosztálya, általuk gyergyói táncok fognak megelevenedni a színpadon. A koreográfiát Rigmányi Lajos táncoktató állította össze, felkészítők Kacsó Anett, Csűrös Emese. Előadják a líceum tanulói Csidi Zalán, Csiki Tekla, Csűrös Bence, Kosztándi Levente, Málnási Beáta,
Muntján Eduard, Novák Anna, Pop Áron, Siklódi Tihamér, Simon Izabella, Szabó Patrik, Szép Gáspár Edvin. Thank you.
Most egy verscsokrot nyújtunk át önöknek zenével, tánccal fűszerezve. A fellépő diákok állandó szereplői iskolai, városi műsoroknak, versenyeknek, vetélkedőknek, koncerteknek, díjátadóknak. A mai este klasszikus és kortárs versekkel, darabokkal készültek. A versmondók Csordás Júlia 9. B, Forkos Boglárka Sára 11. A, Sinka Lilius 12. B, Tóth Fedóra 11. A, Kuti Sándor 12. B, Elek Bálint 11. A és Egi Kristóf 12. B osztályos tanuló. Zongorán Benkő Szonya 12. B osztályos tanuló adja elő Ludovico Einaudi, Nuvole Bianche, illetve Jean Tiersen Amelie című darabját, felkészítő tanára Kristóf Pável. Továbbá egy családi produkciót láthatnak a versek között. Takács Gergő Boldizsár, 9. B osztályos tanuló, Bukovinai Silladbit ad elő. Felkészítői édesapja Takács Gábor és testvére Takács Gábor Bence. Barna László, végzetes szerelem. Lángra gyúlt a pók szerelme, s éppen egy vény lett vágya tárgya. Ez aztán a fajtalanság legmarkánsabb ne továbbja. Egy légy körül legyeskedett, holott farta tiszta pók volt. Ez a hír a pókvilágban szinte minden pókot sokkolt. Állt a bál a pók családba, nem nyugodtak meg a tényben, hogy a gyerek szégyen szemre belezúg egy zúgó légybe. De őt mindez nem zavarta, csak a nője érdekelte. Sóstól kapott nagy keresztjét, egész könnyeden cipelte. Légy ottokra hívta legyét, mert legyeknél ez a módi, egy légcsajnak nem is lehet más módszerrel udvarolni. Ó, drága légy, légy oly drága, légyci, légy ott a légy otton, légy az enyém, így kérlelte. Ne anyádékkal légy otthon. Szép szerelmét kitartóan addig-addig ossomolta, túlzás nélkül állíthatom, hogy teljesen behálózta. Bevonult hát a hálóba kedvese, a drága nőcske, s hű, keresztes lovagjának ott drúzsolt. Levetkőzve, tán nem is kell a csatálnám. Ott ragadt a légy a póknál, s fölösleges részletezni, hogy mi történt az első csóknál. Petőfi Sándor, a csillagos ég. Fekszem hanyatt a föld sötét-zöld szőnyegén, és merengve nézem a sötét kékeget. Szár rám aranyos, ezüstös csillagfény, és koszorú gyanánt övezi fejemet. Megfürözték lelkem a sugárzömben, lemosott magáról minden földi szennyet, s most újjászületve a magasba röppen, s keresi a mennyet. Alszik az egész föld, mély és csendes álma. Egyetlen hang dongás érinti fülemet. Tán mellém valami kis bogárka szállal, vagy távoli folyam harsogása lehet, vagy még távoliabb, felhők mennydörgése, mely még hozzám ér, így parányi bátörpül. Vagy talán lelkemnek himnusz éneklése, le a csillag körből. Szállj lelkem, ó szállj az égi testek között, és pillancs keresztül rejtelmük fátyolán, melyet az istenség titkos újja szövött, bölcsességből-e, vagy csak szeszélyből talán. Nézd meg, lelkem, mi van ott a csillagokon, és nézd meg, mi vagyon a csillagok felett. Aztán repülj le hozzám gyors szárnyodon, hadd beszéljek veled. Hadd kérjem, mit láttál? Van-e ott is élet? S ha van, így gyötrelmes, így bús, mint a földi. Áll le az a kemény, szigorú ítélet, amely nyugalmat oszt és bosszúját tölti. De mi közöm ehhez? Egyet szeretnék én csak egyet megtudni, arról hoz hírt nekem. Vannak-e ott szívek, és a szívek mélyén lángol-e szerelem?
ha ott is szeretnek, úgy vágyok oda, s hogy feljussak, forrón imádkozni fogok. De ha a szerelem föl nem kísér oda, úgy Isten hozzátok ragyogó csillagok. Úgy szebb a föld minden búbánata mellett, s enyészem el, ha a sírba fognak tenni. A szerelem minden pótol, s a szerelmet nem pótolja semmi. József Attila, ó szív nyugodj! Fegyverben lébed fönn a téli ég, kemény a menny és vándor a vidék. Halkul a hó, megáll az elmenő, lehellete a lóbart keszkenő. Hol is vagyok? Egy szalmaszál nagyon helyezkedik a csontozott úton. Kis száraz nemzet izgágán szuszog, zúzódik, zizzen, izzad és buzog. De fönn a hegyen ágyat bont a köd, mint egykor melléd, mellé leülök. Bajos széljaját csendben hallgatom, csak hulló hajamra pesfálomon. Ó szív, nyugodj! Vadborók a hegyén, szerelem szólal, incselek felém, pirkadó madár, karcsú, koronás, de áttetsző, mint minden látomás. Árpád, lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, s
s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény. Jött a jeges, fekete és kopáterek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja mennyi ezred éve már. Egy égő üzenet, mely végre most hozzám talált és szememben célhoz ért, s boldogan hal meg a migrácsokon fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szülve a tudósok finom kristály műszerén, búsföldünkkel és bústestemmel rokon elemekről áthírt az égi fény. Magamba zárom, vérem észom, és csöndben és tűnődve figyelem, mi ős búcs zokog vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térben szétszórt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjel és messziségen át. Ó csillag, mit sírsz? Messze te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társa? Jaj, ki mondja meg? Ó jaj, barátság, és jaj, szerelem! Ó jaj, az út lélektől lélekig! Küldözzük a szem csüggett sugarát, s köztünk a roppant, jeges űr lakik. Marti Mihály, előszó. Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég. Zöldág virított a földormain. Munkában élt az ember, mint a hangya. Küzdött a kéz, a szellem működött. Lángolt a gondos ész, a szív remélt. S a béke izzadt homlokát törölvén meghozni készült a legszebb jutalmat, az ember üdvöt, melyért fáradott. Ünnepre fordult a természet, ami szép és jeles volt benne, megjelent. Öröm s reményt törreszkedett a lég, megszülni vágyván a szent szózatot, mely által a világot, mint egy új, egy dicső teremtés hangján üdvözölje.
hallottuk a szót. Mélység és magasság visszhangozák azt, s a nagy egyetem megszűnt forogni egy pillantatig. Mély csend lőn, mint szokott a vész előtt. A vész kitört, vérfajlaló keze emberfejekkel labdázott az égre, emberszívekben dúltak lábai, lélegzetétől meghervadt az élet, a szellemek világa kialudt, s az elsötétült égnek arcain vad fénye a villámok rajzolák le az ellenséges istenek haragját. És folyton folyvást ordított a vész, mint egy veszettéből szült szörnyeteg. Amerre járt, irtóztató nyomában szétszaggatott népeknek átkai sóhajtanak fel csonthalmak közül, és a nyomor gyámoltalan fejét elhamvadt városokra fekteti. Most tél van, és csend, és hó, és halál. A föld megőszült. Nem hajszálanként, mint a boldog ember. Egyszerre őszült az meg, mint az Isten, ki megteremtvén a világot, embert, e félig Isten, félig állatot, elborzadott az ordon mű felett, és bánatában ősz lett, és öreg. Majd eljön a hajfodrász, a tavasz, s az agföltán vendéghajat veszel, virágok bársanyába öltözik. Üvegszemén a fagy fölengedem, s illattal elkendőzött arcain jó kedvet és ifjúságot hazud. Kérjétek akkor ezt a vén kacért, hová tevé boldogtalan fiait? Petőfi Sándor, világosságot. Sötét a bánya, de égnek benne mécsek. Sötét az éj, de égnek benne csillagok. Sötét az ember kebeles, nincs benne mécs, nincs benne csillag. Csak egy kis hamvadó sugár sincs. Nyomorú ész, ki fénynek hirdeted magad, vezes, ha fény vagy. Vezes csak egy lépésnyire. Nem kérlek én, hogy átvilágíts a más világnak fátyolán.
a szemfedőn. Nem kérdem én, hogy mi leszek, csak azt mondd meg, hogy mi vagyok, s miért vagyok. Magáért születik az ember, mert már magában egy világ, vagy ő csak egy gyűrűje az óriási láncnak, melynek neve emberiség. Éljünk-e önnön örömünknek, vagy sírjunk a síró világgal? Hány volt, ki más szívéből kiszívta a vért saját javára, és nem lett büntetése? S hány volt, ki más javáért a vér kiontá saját szívéből, és nem lett jutalma? De mindegy, aki áldozatnak odaadja életét, ezt nem díjért teszi, de hogy használjon társainak. S használ-e vagy sem, a kérdése kérdése ez, és nem a lenni vagy nem lenni. Használ-e a világnak, aki érte föláldozá magát? Eljő-e a kor, melyet gátolnak a rosszak, s amelyre a jók törekednek? Az általános boldogság kora. És tulajdonképpen mi a boldogság? Hisz minden ember ezt másban leli. Vagy senki sem találta még meg. Talán amit mi boldogságnak nevezünk, a milyon érdek, ez mindegyes sugára csak egy új napnak, mely még a láthatáron túl van, de egykor feljövend. Bár volna így. Bár volna célja a világnak. Bár emelkednék a világ folyvást e cél felé, amíg elébb-utóbb elérné. De hát, ha úgy vagyunk, mint a fa, mely virágzik és elvirít, mint a hullám, amely dagad, aztán lesimul, mint a kő, melyet fölhajítának, aztán lehull, mint a vándor, ki fölmászik a hegyre, s ha a tetőt elérte, ismét leballag. És ez így tart mindörökké. Föl és alá. Föl és alá. Irtóztató. Irtóztató. Kit még meg nem szállott-e gondolat, nem fázotta soha. Nem tudja még, mi a hideg. E gondolathoz képest meleg napsugára kígyó, mely keblünkön vérfagylalon végig csúszik, aztán nyakunkra tekerőzik, s torkunkba folytja a lélegzetet. Kis Judit Ágnes, szó. Hazádból. Hogyha még bírod, ne menj el, ó magyar. Hogy menekülj, lesz mindig ok. És mindig, hogy maradj. Itt áldozat. S vajon mi ott? Bevándorló lehetsz. Nem tudhatod. Végül melyik a súlyosabb kereszt? Ez a föld régóta ugar. Terméketlen, sivár, de van még, ki zenét szerez, és színházat csinál, szeret és harcol semmiért, mert másként nem tehet. Hogy itt vagy, erőt ad nekik, és ők itt vannak veled. Lehet, hogy nem jön jobb soha, ki itt él, mély repül. Megszatják a vétkesek, s te bűnhődsz vétlenül. Míg annyi jóval van tele a másik serpenyő, ki ne mentené, ami még menthető. De itt van szükség rád nagyon. Sötétben lenni fény, hogy fölemelt ki megragyott, és bátorítsd ki fél. Maradj, mert meg kell védeni, kinek nincs is hova. Legyen szegény, hajléktalan zsidó, meleg, roma, vagy bárki más, akiról kihúzták a talajt. Légy fül, ha semmit nem tehetsz. Ki hallja még a jajt. Ez frontvonal, ez harcmező, és még így is otthonod. Rád simul minden rég bejárt tered, kamaszkorod. Taposhatnak röhögve mind az összes elveden, de széttolvadnak a szavak az anyanyelveden. Ne hidd, hogy semmi eszközöd, fegyver vagy te magad, mind különleges ügynök az, ki mégis itt marad. Maradj tömisnek bőr alatt, ha bírod még magyar. Légy viszketősebb, mint a kéz álmában is vakar. Itt áldás is. Másút csak egy bevándorló lehetsz. Ki mondja meg, végül melyik a súlyosabb kereszt?
cseppekből áll össze a tenger, amelynek ereje van. A Maroshéjvízi Kemény János elméleti líceum diákjai Kultúrcsepp címmel beszélgetős irodalmi műsort állítottak össze, így emlékezve meg iskolájuk névadójáról. Különböző rovataiban más-más szemszögből mutatják meg Báró Kemény János életét és személyiségét. Előadják Csibi Zalán, Csiki Tekla, Csűrös Bence, Posztándi Levente, Málnási Beáta, Muntján Eduárd, Novák Anna, Pop Áron, Siklódi Tihamér, Simon Izabella, Szabó Patrik, Szép Gáspár Edvin. Felkészítő Kacsó Anett, Baric Hunor. Tisztává számomra,
hogy ez az idillikus gyermekember sokat elverebb a kalapát, mint amennyire látszik. Bevallom, hogy véleményem szerint nem lehetett csak bolondéria nélkül a kultúrának és az irodalomnak szállni egy magáléletet. De ott volt az a fiatalember, tele tervekkel és tenni akarással. Kemény János a hídember szerepét vállalta be az erdélyi magyar kultúrában. Tehetsége és tapintata nélkül nem lehetett volna egyé formálni egy olyan különböző politikai nézetekből álló és olyan különböző személyiségű emberekből álló csoportot, mint ahogy ő tette. Köszönjük, hogy velünk voltak! Most pedig visszapillantó című rovatunk során, hadd tekintsünk meg egy rövid bejátszás erejéig az író és kedvese Augustin Paton találkozásának pillanatát. Nem számított. Tisztelettel, a szerelő azt üzeni, hogy hallottnám hasonló problémáról, és tudja, milyen altatmész hibásot adott meg. De az altatmész csak Kolozsváron lehet beszerezni, és csak holnap tudja összerakni az eszközt. Ha, szerencse a szerencsétlenségben. Nem hagyhatom, hogy egy ilyen finom úri hölgy estére a szabadig alatt maradjon. Ragaszkodom, John, hogy nálam töltsétek az éjszakát. Majd holnap megjavítsuk a motorkerékpárt. Hát... Nem fogadok el a perlátát. Szólva, kell szóljon a személyzetnek, készítsenek elő két szobát. Különleges vendégek érkeztek. Ti pedig gyertek velem. Pompásodott oda fenn a hangulat, és meg szeretnék ismerkedni bájos kugoddal. Amely az egyik Helikon találkozón hangzott el.
Mindezt előadja Szép Gáspár Edvi László. Kedves házigazdánk! Imádom a 14. alkalom ez, amikor Erdély írói, szellemi vezetői, akik abban a megtisztelő szerencsében részesültek, hogy meghívások folytán tagjai lehetnek a helikoni írói közösségnek, várat falaj között megjelenünk. Talán fölösleges is hangsúlyoznom, hogy ezt az alkalmat, mint eddig is mindig, most is a lélek ünnepének tartjuk. Ünnepnek, amely részünkről felkészülést is jelent, mert úgy érezzük, hogy kéretlenül is számonkérés és vizsgáztatás nélkül is egyéni munkánkról és tevékenykedésünkről. Erővé váltál Kemény János, buzdító és szabályozó, intő és kiegyensúlyozó erővé. És mindezt annak köszönheted, illetve sokkal helyesebben, annak köszönhetjük mi, rajtunk keresztül a mi népünk, amelyet adnunk kell egész magunkat és téged is, hogy nem a várunk, hanem a közös gondolatokért, közös célkitűzésekért és egyetlen nagy közös gondunkért, a népünkért lelkesedő és küzdő testvér, megcsorduló szeretete szólít ide bennünket minden évben. Nagy erőt érezhetsz a magadénak, Kemény János. Nagy erőt, ami az egyéniségedben és asszonyod egyéniségében rejlik. Ebben a régi, zord és viharos történelmi múltú várban nem a várodnak leszámozottól, akik már nekünk, hanem Erdély jó szellemei, akik bajokat elhállíthatnak, lelki hullámzásokat elsimíthatnak, és a megértést, az egymás iránti megbecsülést, a jóra való szövetkezés összehozó és összetartó erejével egyre teljesebbé tehetik. Meg kell ezt mondanunk neked, Kemény János, hogy tud, és azért, hogy lássad, mi is tudjuk, mert ezzel elkötelezünk a további kitartásra. Erőd 14 év alatt nem fogyott, hanem egyre nőtt, és neked élned kell vele, hogy évről évre teljesebbé, erősebbé, kikezdhetetlenebbé válik az a szimbólum, amelyet ez a vécsi vár ma jelent. Én, hát testi erőben meg nem fogyatkozva, és lelki erőben egyre gyarapodva, hogy veled élhessünk mi is hűséges kitartással ezért a gondolatért. Kárpátok vonnak népünk köré.
köszönni a marosvízi diákoknak és pedagógusaiknak, a Mixát és a Noszlopi iskola énekkarosainak és felkészítőiknek, Stamler Edit és Kis Beáta tanárnőnek, hogy közreműködésükkel hozzájárultak a mai este sikeréhez. Ezzel berzsenyi estünk véget ért, reméljük jól szórakoztak, és jövőre újra találkozunk.